hogy az irodád itt tele van fotókkal, fényképekkel, újságkivágásokkal, zászlókkal. Van-e olyan, amelyikhez valamilyen különleges élmény fűződik, és ezt meg tudnád osztani velünk? Hát mindegyikhez fűződik valami, mert és hát még nem is láttam mindent, mert a falon tényleg sok minden van, de szekrények alján, meg fiókokban még minden van. Nincs annyi fal, hogy ki tudjam tenni. A csapatképek azok közel állnak, ott a falon látod a 80-as évek aranycsapatát, a középen láthatod Öcsi bácsi fotóját bekeretezve. A szomorú emlék, mert mikor meghalt, akkor ezt a képet tettem ide ki a Bozsik emléktábla elé, és ide jöttek a szurkolók, és emlékeztek meg Öcsi bácsiról, gyertyákkal, zászlókkal, sálakkal. Nagyon megható volt egyébként, más klubok szurkolói is jöttek, Vasas, Újpest, Ferencváros szurkolók sálakkal. Ugye ritka dolog, hogy békésen be tudnak sétálni a Bozsik stadionban. De hát ez egy olyan szomorú esemény volt, ami minden futball szeretőt meghatott. Aztán, hát van ott még egy pár csapatkép, ott a fekete-fehér fotó, az a 25 év után megnyert bajnoki cím T. Lajos edző vezetésével, az is nagyon nagy élmény volt. A zászlók a falon azok szintén vagy szereztem, vagy kaptam. Van ott például egy érdekes színű honvéd zászló, azt egy vidéki szurkolótól kaptam. Az érdekesség az, hogy a nap kiszívta, és a piros az éppen lilának néz ki, tehát furcsán néz ki az irodámban egy lila-fehér zászló, de hát a címer egyértelművé teszi, hogy miről is van szó, és hát ez az 50-es évekből való zászló. Nehéz lenne titkolnod, meg hát nem is titkolod, hogy hatalmas honvédőrült vagy. Ezt a család egyébként hogyan tolerálja, hogy ekkora helyet foglal el a szívedben a honvéd? Hát itt csak a feleségemnek kell tolerálnia, mert a két gyermekem szintén honvédrukker, mert különben porul jártak volna, nem azok lennének. Eleinte nehezen tolerálta, most már szerintem belenyugodott. Mekkora már egyébként a család, mert ha jól tudom, már nem csak a gyerekek vannak. Így van, két fiam van, a két fiamnak két-két gyermeke van, úgyhogy jelenleg négy unokám van, három kislány és egy kisfiú. A kisfiúnak is, és a kislánynak is, a nagyobbik kislánynak egy napos korában volt honvéd bérlete, úgyhogy be vannak oltva ők is. Akkor honvéd szurkolók lesznek, az már biztos, és lesz esetleg közöttük focista palánta, vagy van-e már? Érdekes módon a Bianca lányunokám olyan ügyesen bánik a labdával, hogy magam is meglepődtem. Már sarkalja a labdát, ami még egy felnőtt játékosnak is becsületére válik. De a Balázs unokám is nagyon jó kergeti a labdát, nagyokat rúg, és ballábas. Azt már észrevettem.